Az agrár szakképzésben Dél-Dunántúlon, de már a dunántúli térségben is fontos, meghatározó szerepet betöltő Palánki székhelyű agrár szakképző komplex intézmény egyik a múltból félte őrzött kincse, a nappalisok számára 33 évvel ezelőtt elindított szakmai tanulmányi verseny, amelyre immáron a csapónapok keretében kerül sor minden évben. Nagyon bízom benne, hogy a visszajelzések, ugye még nem volt alkalma megkérdezni a résztvevőket, hogy nagyon pozitív. Az, hogy 33. évvel rendezzük meg ezt az emlékversenyt, ez egy óriási feladat számunkra. Egyrészt óriási megtiszteltetés is, hogy 33 évvel ezelőtt az akkori elődeink ezt kitalálták, ezt a versenyt, és mára azt gondolom, hogy ez már olyan országos méretű szakmai verseny nőtte ki magát, hogy országos híre van, iskolák jönnek és számítanak erre a versenyre évről évre, és most is 16 különböző iskola méret, tanulói mérették itt meg magukat. A vidékfejlesztés is beleértve három nagy, az agráriumhoz köthető témakörben születtek meg a diákok munkái, amelyeknek a megvédésére, a zsűri elépi elmagyarázására több száz kilométerről is jöttek Palánkra. A zsűrinek minden évben a bőség, de a magas színvonal zavarával is meg kell küzdenie. Az egyik szekció elnök értékelő beszédében nem kevesebbet állított, mint azt, hogy sok dolgozat elérte, illetve meg is haladta a főiskolákon, egyetemeken írt pályamunkákat, hova tovább szakdolgozatokat. Foglalkoztak növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, élelmiszerláncbiztonságot érintő témák voltak terítéken, és úgy gondolom, hogy valamennyi diák sajátjának érezte ezt az egész pályamunkát, illetve az előadásmódot. Fontosnak tartottuk a zsűri tagokkal azt szerint rangsorolni a pályamunkákat, hogy mennyi saját munkát tett bele egy-egy diák, illetve mennyi saját kísérletet végzett egy-egy pályamunkával kapcsolatosan. És elmondhatom, örömmel elmondhatom, hogy szinte valamennyi pályamunkában volt saját hozzáadott érték, illetve saját kísérlet. A mintegy fél száz pályamunkából kategóriánként a három legjobbat díjazták, köztük is rangsorolva. A házigazda csapós diákokért is lehet szorítani minden évben, és lehet általában találkozni is velük az iskola könyvtárában tartandó ünnepélyes eredményhirdetésen, amelyen, mint zsűritagok, több ismert tolnamegyei székhelyű agrárcégek, agrárvállalkozások jeles képviselői is mind ott vannak. Igazából amiért nekem ez a téma kézenfekvő volt, az azért, mert a szüleim táplálék kiegészítők forgalmazásával foglalkoznak, és ugye emiatt én mindennapokban benne vagyok ebben, illetve orvosi előadásokra is járok, ahol nagyon sokat hallottam már az antibiotikumok káros hatásairól. Az antibiotikumok ugyanúgy kikerülnek az állatokból a környezetbe, és az elfogyasztott növényekkel is ugyanúgy az emberekbe visszakerül. A téma nagyon aktuális és felettébb kényes az állattenyésztésben. Már a tartalomjegyzék is megtöltött egy teljes A4-es oldalt. Én elsősorban állattenyésztéssel szeretnék foglalkozni innen, miután kikerülök, illetve egyetemre is szeretnék tovább tanulni. Végigvinném nagyon szívesen ezt a témát, viszont ahhoz, hogy ezt végigvigyem, ugye egy teljes sertéstartó telepet kéne létesíteni kutatásnak, és mellesleg ott vannak a költséges vizsgálatok. Természetesen vannak ellendrukkelek is, vannak, akik nem akarják az antibiotikumokat megszüntetni, hiszen jelenleg még hatásosak, de nem látják a következményeket, amik következhetnek, és most kezdenek el kijönni azok a kutatások, amelyekbe elmondják, hogy későbbiekben még a lehetséges. Ez emberekbe is ugye ugyanígy visszabekerül, és olyan betegségek alakulnak ki, amelyeket már nem tudunk kezelni egyszerűen, és belehalhatunk. Napi gyakorlati kérdést feszegetett dolgozatában a másik csapós különdíjas, aki az őszi búzánál vizsgálta a vetési idő és a csávázó szerek összefüggéseit saját, otthoni, dégen található Fejér megyei családi gazdaságuk tapasztalatai alapján. Itt a csávázó szerek közti különbséget próbáltam vizsgálni, és a vetési időt, hogy mondjuk ugye az egyiket október 26-án vetettem el múlt évben, és két héttel később, és hogy az optimális vagy esetleg a késői vetés mennyi különbséget okozhat a fejlődésükben. Már van egyfajta konklúzió is a diák számára ebben a gazdák többségét még mindig megosztó témában.
Én az időben vetett búza mellett tettem le a voksomat, mert sokkal nagyobb védelemmel indul a télbe, és sokkal jobban kivészeli azt. Nagyon különböző témák vannak, nagyon széles a merítési bázis a lehetőség, hiszen itt az élelmiszeripartól, a különböző sütemények készítésétől mód és lehetőségük van a gyerekeknek mondjuk bemutatni a bogarak mindennapi életét, vagy éppen a jótékony hatását például a szerves trágyának, vagy a műtrágyának, és hát azok a kísérletek, amiket pedig a diákságok saját kutatási eredményeképpen ugye végeznek, az pedig valóban jó alap lehet a későbbiekbe, esetlegesen továbbtanulási szándékukat követően, mondjuk egy egyetemi szakdolgozat elkészítésére.